Kunhalmi Ágnes a vendégem, jó estét kívánok, üdvözlöm. Jó estét kívánok. Ezt így kikapta így frissen budapesti elnökként, az egész biztos. Most akkor béke van? Mindenben megegyeztek? Minden kerület beleegyezett? Mindenki mindenbe beleegyezett? 90%-kal a budapesti küldöttértekezlet, a budapesti párt legfelsőbb döntéshozatali fóruma megszavazta a koordinált indulást, és Budapestnek dr. Falus Ferenc urat ajánljuk főpolgármesternek. De a kerületek szintjén mi van? Ott is mindenki elfogadja, hogy akkor nem én, hanem ő, mégse ő, hanem én. Nézze, igazán nehéz helyzetbe nem csak az MSZP-t, hanem az egész baloldalt egyébként a Fidesznek a törvénye hozta. Az a Budapest törvény, amelyet percekkel a választás előtt hozott meg a Fidesz, nem véletlenül, hiszen április 6-án több baloldali voks született ebben a városban, a fővárosunkban, mint jobboldali. Úgyhogy nem csodálkozom azon, hogy a Fidesz egyébként mindenféle trükköt és praktikát bevet azért, hogy egyébként a baloldali választók ne találjanak maguknak utat a győzelemhez, és ne tudják a Fideszt megverni, de az a jó hírem, hogy ma már az MSZP-ben is eldőlt az, hogy bizony teljesen feleslegesen trükközik a Fidesz, mert van esély arra, hogy a Fidesz verhetetlenségét megtörjük. Na akkor még egyszer kérdezem, Falus Ferencet támogatják, ezt értem, és a kerületek szintjén voltak olyan erősnek mondható kerületek, ahol esélyes volt a szocialista jelölt, de mégsem szocialista jelölt lesz. Itt azért lehetett hallani, hogy nem mindenhol fogadták ezt jó szívvel, hogy nem ő, nem én, hanem majd valaki más fog indulni. Hát ez teljesen természetes. Hát hogy ne hozott volna ez bennünket nehéz helyzetben. Az a koordinált indulás, azt az Együtt PM javasolta egyébként ennek a szövetségnek, hogy ezt fogadjuk el. Ez azzal jár, hogy bizony koordináltan nem indítunk bizonyos kerületekben egymással szemben jelölteket. Valahol a Demokratikus Koalíciónak lesz polgármester jelöltje, és támogatja az Együtt PM és az MSZP szavazóbázisa. Valahol az Együtt PM állít polgármester jelöltet, és akkor ő maga is sorakoznak fel az MSZP szavazók és a DK szavazók, és vannak olyan kerületek, ahol az MSZP állít polgármester jelöltet. Mindenhol mindenki beletörődött ebben, nincs már vita egyik kerületi szinten sem? Nézd, viták azok voltak, és lesznek is. 90%-kal majdnem egyhangulag elfogadta a küldött értekezlet, ezt a három párt a javaslatát megtette. Maga ez a koalíció kötés, ez a Jéghegy csúcsa, dr. Falus Ferencnek a főpolgármester jelöltsége a Jéghegy csúcsa, emögött a Jéghegy, az maga a pártjaink és az MSZP is, aki ott áll egyébként ezzel az erővel. Ja, de azt mondja, hogy viták voltak és lesznek, de most már nem lehetnek. Hát úgy nem lehet kampányolni, most már nincs idő itt egyeztetni, szavazni, összegyűlni, ilyen tanács, olyan gyűlés, tehát most már effektíve a kampányt kell kerületi szinten, így van, ez főpolgármester lezárul. Jelölti szinten elkezdeni. Nincs sok idejük. Tehát amikor azt mondja, hogy voltak és lesznek is viták, a lesznek-et nem értem. Lesznek a vitáink, nem ebben az értelemben. Vitánk mindig lesz, mert egy ellenfél van számunkra, és ez a Fidesz. Azzal, hogy ez az megállapodás megszületett, ezzel ezek lezárulnak. Ha bármelyik fél, csak hogy értsék a kedves tévénézők, változtatni akar egy körzeten jelöltet, mint három félnek bele kell egyeznie. De hát a legnagyobb vitánk természetesen a Fidesszel van, és azzal a városvezetési mentalitással, meg ahogy egyébként az egész országot kormányozzák, amit látunk. Ötödik kerületben Steiner Pál beletörődött, hogy nem ő indul? Megszavaztuk, elfogadtuk. Az én feladatom az, és az MSZP feladata az, hogy ezzel a 90%-kal elfogadott döntést végrehajtsuk. 9. kerület? Steiner Pál jelezte, és a 9. kerület is jelezte, és hogy senki nem lesz akadálya ennek a megállapodásnak. Mi a helyzet Horváth Csabával? Ő nem nyilatkozott most már az elmúlt napokban, nem tudom, hogy mikor fog legközelebb nyilatkozni, de hát ugye a hírek arról szóltak, hogy igazából ő volt az, aki lázította a kerületeket, hogy ebbe az egyességben ne menjenek bele. Ma már arról is olvashattunk, hogy azon is gondolkodtak állítólag önök, hogy meg akarják ezért büntetni Horváth Csabát, amiért ennek az egyességnek a gátja volt, az ellenzője volt. Ez igaz? Így történt? Nem igaz. Ez ugyanannak a bulvár típusú médiának a jelensége, amit sajnálatos módon egyébként nagyon sok politikai orgánum is átvett, de én bízom benne, hogy ez csak átmeneti állapot magyar
Magyarországon. Nézze, Horváth Csaba jelezte hónapokkal ezelőtt, hogy egy megállapodásnak, egy olyan nehéz megállapodásnak is, ami a Fidesz törvény miatt született a baloldalon, nem kíván akadálya lenni. Horváth Csaba nagyon bölcs döntést hozott, legalább olyan bölcs döntést, amilyet az én pártom, az MSZP hozott a mai napon. Úgyhogy itt de igazából... Akkor nem, vagy semmilyen nem volt, hogy Horváth Csaba azt mondta, hát akkor miért mondta itt az ATV-n, amikor már mindenki azt mondta, hogy van megállapodás, Horváth Csaba azt mondta, hogy Falus Ferenc nem közös jelölt. Hát, hogy ő saját maga nyilatkozott. Mert Falus Ferenc ma vált közös jelölté. Dr. Falus Ferenc azzal, hogy a három pártból a harmadik, az MSZP, a baloldal legerősebb pártja, és elfogadta az ő jelöltségét, ma vált jelölté. Horváth Csaba nagyon bölcs döntés hozott, és elképesztő nehéz döntést, hiszen egy ember, aki az életét arra teszi fel, hogy jobbá tegye a saját városát, nagyon kemény döntést kellett meghoznia. Ő várospolitikusként folytatja tovább a karrierjét. A listán, az MSZP listáján, fővárosi listáján ő az első helyen áll, úgyhogy... Jó, de akkor semmi nem volt igaz abból, hogy Horváth Csaba ellenezte volna ezt a koordinált indulást, Falus Ferenc személyét, hogy azt akarta, hogy ő maradjon, és ő legyen a közös jelölt. Ebből semmi nem igaz? Ez legalább olyan, mint hogy, és ezen sokszor mosolyogtam, hogy az elmúlt hetekben, amikor tárgyaltunk, nagyon kemény tárgyalásokat folytatjunk, ez tény, ez teljesen természetes egy politikai megállapodásnál. Legalább 22 név merült fel főpolgármester jelöltnek. Miközben érdemben két-három emberről volt a tárgyalóasztalonál szó, amelyben egyik természetesen Horváth Csaba volt, az egyik személy, akiről szó esett, de én szerintem ez elképesztő bravúr és teljesítmény a három baloldali párt részéről, hogy Falus Ferenc, dr. Falus Ferenc úr személyét meg tudtuk védeni ettől, és hát az Juhász Péter ezzel kapcsolatban azt mondta, hogy Falus Ferenc azért nem szivárgott ki, hogy ő a potenciális közös jelölt, mert egyedül Horváth Csabának nem mondták el, mert tudták, hogy ha neki elmondják, akkor ő ki fogja szivárogtatni. Juhász Ferenc olyan vicces dolgokat szokott mondani. Juhász Péter. Vicces dolgokat szokott mondani, sokszor megmosolyogtat, de hát be van savanyodva egyébként az egész politikai elit Magyarországon. Szerintem nagyon jót tesz az a mentalitás, amivel Juhász Péter úr közelít ezekhez a dolgokhoz. Ja, tehát ő kicsit feldobja a hangulatot. Így van. Tegnap hallottam Szanyi Tibort nyilatkozni a Klubrádió Megbeszéljük című műsorában, és ő azt mondta, hogy ma azt fogja javasolni a küldött gyűlésnek, hogy ne lehessen közös jelölt az, aki valaha valamikor MSZP-s volt. Ezt meg is tette? Volt ilyen javaslat? Szanyi Tibor ma meg sem szólalt. Mit csináltak vele, hogy meg sem szólalt? Szanyi Tiborral semmit. A egyik legbölcsebb, legkompetensebb politikusunk. Lekötözték, elkábították, bekötötték a szájat, hogy mi az, hogy meg se szólt? Szanyi Tibor meg se szólalt a küldött gyűlésen? Szerkesztő asszony, én úgy lettem a budapesti MSZP elnöke, hogy kultúraváltást hirdettünk, és ennek az egyik eleme az, hogy Szanyi Tibor nagyon bölcsen egyébként beszélt a pártanácson nagyon sokat, ő egy budapesti fővárosi kerületnek többszörös nyertese volt, ma már az Európai Parlamentben képviselünk. Szanyi Tibort nagyon jól ismerik a baloldali szavazók, egy nagyon markáns véleménnyel rendelkező ember, aki nyíltan el szokta mondani a véleményét, ezt meg is tette, még egyszer mondom, majdnem egyhangulag 90%-kal a kürdött értekezlet javasolt a dr. Falus Ferencet főpolgármesternek a következő 5 évre Budapesten, és elfogadta azt a politikai konstrukciót, ami lehetőséget ad arra, hogy az április 6-án Budapesten többségben lévő baloldali szavazók újra az urnához járulhassanak, és azt a leváltó hangulatot, amit lehet érezni Budapesten, azt érvényesítsék. Ugye az a kormányváltó összefogás, amely országosan nem volt sikeres, ezt láttuk, április 6-án, az Budapesten bizony sikeres volt. Több baloldali voks született. Ha az LMP-re leadott szavazatokat nem számolom ide, akkor is fejfej mellett vagyunk Tarlós úrral. Ez a város váltani akart. Ez a város vissza akarja szerezni a szabad levegőt ebben a városban. Újra kompetens vezetőket, önkormányzati képviselőket és polgármestereket akar látni, és végre olyan érzékeny városvezetést, és olyan érzékeny emberi városvezetőket, akik nem baltával állnak
állnak egy-egy konfliktushoz vagy problémához hozzá, akik nem baltával verik szét egyébként a város integritását, szellemét, kultúráját, gazdasági és politikai közösségeit, hanem toleránsak egymással és a konfliktusokat, hát hogyha lehet ilyet mondani, akkor szikével közelít hozzá, és nem egy baltával. Úgyhogy az jó... falus doktor lesz ezek szerint, értem? Tehát a kampány szlogenek már megvannak. Azt olvastam most például a Hetekben, egy nagy összeállítás készült erről az egész heti kivel, hogyan, miért nem egyezett meg, és aztán mégis miben, hogy ez nem valaminek a kezdete, hanem valaminek a vége, így értékelték, meg nem nevezett szocialista források a Hetek újságírójának a mostani helyzetet. Egyet ért ezzel? Egyet. Vége a vajudásnak. És azt hiszem, hogy ősszel vége lesz annak a kanusztajárásnak, ami a baloldali pártokat jellemzi. Meg lehet verni a Fideszt. Meg lehet törni a veretlenségét a Fidesznek. És ezt a választók nagyon jól tudják. Bármit látnak körülöttük a politikai médiumokban, bármit olvassanak a bulvárban, bármilyen nehéz helyzetben legyen a baloldal, mert több párt is van, aki képviselteti magát. Az emberek tudják, hogy a lelkükben valójában bele akarnak kapaszkodni végre egy olyan jelöltbe, és ezek a helyi polgármester jelöltjeink, önkormányzati képviselő jelöltjeink, és dr. Falus Ferenc, aki kellően intelligens és érzékeny ember ahhoz, hogy le tudja váltani a Fideszt, és le tudja győzni azt a mentalitást, amiből az embereknek elegük van. Bármit lássanak a következő 66 nap alatt maguk körül az emberek. Érzik és tudják azt, hogy ki az, aki foglalkozik velük, és az életükre, a problémáikra megoldást akar, még ha nem is tud mindenre megoldást, de legalább emberibb módon politizál, és emberibb világot fog magunk körülöttünk megteremteni. Együtt fognak kampányolni? Természetesen. Természetesen. De hogy? Tehát, hogy lesz egy kerületben egy rendezvény, a polgármester jelölt, és mellette a másik szövetséges pártok képviselői is ott lesznek? Így van. Tehát közösen a... Hogyne, hiszen politikai értelemben teljes mértékben közös jelölt. Az önkormányzati választás az mindig helyi ügyekről szól. Ebben a városban, a fővárosunkban, Budapesten 23 kerület van. Ezek szinte kisebb városok. Egy-egy kerületnek nagyobb a költségvetése és a lakosság száma, mint egy magyarországi középvárosnak. Önálló identitása van a városoknak. Figyelembe kell venni azt is, hogy nagyon sok civil szervezet ilyenkor csatlakozik ehhez az összefogáshoz. Lesznek közös rendezvényeink, és lesznek olyanok, ahol külön jelenünk meg, teljesen természetesen. Én nagyon jó kampányra számítok, én nagyon optimista vagyok, és boldog vagyok. És bölcsen döntött ma a pártom, büszke vagyok a közösségemre, és arra is, hogy a baloldali pártok meg tudták alkotni azt a politikai konstrukciót, ami azt a számszerű többséget, ami a fővárosban létrejött április 6-án, azt újra politikai többségét tudjuk kovácsolni őszre. Na hát ezek után várjuk Falus Ferencet. Reményeim szerint hétfőn már itt lesz az Egyenes Beszédben, és elmondja, hogy mit szeretne kezdeni a fővárossal. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm.